Mondhatok neked valamit már? Mazsi, meg a Feri engem annyira szeretne, mert tudják, hogy nem ehetek hetek óta, egy hónapja semmit, csak halat meg zöldséget. Ide tették nekem ezt így próbára, hogy ezt így nézzem egész idő alatt. Csak a jelműködés. Csak egy ilyen kedvesség, egy apró figyelmesség. Igen. De nem biztos, hogy a próba végéig... Pedig nem tudjátok, fiúk, azt, hogy én ettől csak erősebb leszek. Szia, Szabi! Sokkal erősebb leszek, és csak azért is ellenállok. Amikor nagyon szeretnék csoki tenni, azzal alszom. Rengeteg próba van mögöttünk, és tulajdonképpen szerintem ennyit még sosem készültünk egyetlen egy koncertre sem, arénára sem, mint amennyit most erre, a 2020-asra. Hát azt gondolom, hogy mind a két koncerten érezhető is volt, hogy nagyon, nagyon felkészültek voltunk, és nagyon mindenki volt találva. Fújlak lassan, édes mérge, véremben éblik, vonagló szívem, torkomban érzem, tóvizén virág, mink a virág. Történik. Elrúzd a magyar zászlót a barnus pengető tartóján, mindig hívek, piros-fehér-zöldként. A végén kapni fogok egy taslit innen hátulról. Van egy olyan érzésem, hogy valaki kirúgja a lábam, vagy a széket, amit van. Feküdnöd kéne a földön, és egyébként a lábadon. Nem, tudod, mi lenne a igazából, mivel hogy most igazából pihenek, ezt kellene csinálnom. Így, hogy a lábamból a vér fölmenjen, örökve is majd megy. Hogyha esetleg oda ki kell mennünk, akkor rálépünk a arcodra, jó? Csodálatos. Rálépünk a arcodra. Na most négyszeres, ne zavarjátok meg a vérkeringésemet. Arcba lépték a nők. Itt lenne egy torp, így az ortában. Most az ortában. Közelít nem kell adni, srácok. Jó, hogy itt vagytok. Oda néz, itt egy fekvő nő. Pardon, mikor tűnik fel, hogy fáztok, közben Mona Lisát játszom. Hozzám simul. Hallom, ahogy az érzés bennem landol. Retro a hangulat a standon. De meg hozzám idul. És közben zakantol a nyáron az eszem. Lépteidet le sem vihetsz bárhová. És közben zakantol a nyár visz a szíven. Jó, most itt a vízen megy. Hint, s a szívemen kinyílt, virágokba rejtene. Szemedben a tűz, a mindenségbe fűz, félve nézem kertemet. Rózsaszírom volt, s a tarpunk alá bújt, egy füllett vörös gondolat, mi benned élt, és bennem élt, bennem élt. Oh! Ahogyan a szél a tűzhöz él, lángolunk és újra forra vér. Szívünkben az égi dobbanás, olyan, mint egy napfogyatkozás. Ahogyan a szél a tűzhöz él, lángolunk és újra forra vér. Szívünkben az égi dobbanás, olyan, mint egy napfogyatkozás.
szobába rejtelem. Semmi peremény, minden küszöbén áldalak is féltelem. Lenyúl majd a kéz, és velem áll, hogy néz, örök vagy és védtelen. És újra forra vér, szívünkben az égi dobbanás, olyan, mint egy napfogyatkozás. Ahogyan a szél a tűzhöz ér, lángolunk és újra forra vér, szívünkben az égi dobbanás. Ami a látványt illeti, na azon sokkal korábban kezdtünk el dolgozni, tanultunk a régen elkövetett hibából, és bizony már nyáron összeültünk, és először a Gabival kezdtünk el rajzolgatni. Aztán ugye találtuk ki, hogy mik lennének azok a trükkök, mik lennének azok az apró kis csavarok, amik nagyon sokat hozzátennének majd a produkcióhoz. Aztán, amikor ez már összeállt, akkor ugye átvették a magonyék, akik elkezdték összerakni a fényt, tehát kvázi ez az egész előre le kellett, hogy legyen programozva, akkor ugye a Marci dolgozott nagyon-nagyon erősen a háttéranimációkon. Ez idő alatt mi már a Varró Zoliékkal, Gráf Petiékkel forgattuk a bejátszó filmeket az aréna koncerthez. Azok is azért ki kellett találni, megtervezni, sok energiát, sok napot el is vitt egyébként a felkészülés, de azt gondolom, hogy mindenki, amit tehát tényleg az Ávodi Gabi a színpad megrajzolásától kezdve az elkezdeni, hogy álljon össze, mindenki a leonosok, ahogy összeállt ez a csapat, és ahogy amilyen lelkesedéssel és kreativitással álltunk hozzá, annak meg is lett az eredménye. Ezt meg is fogjuk tartani szerintem, hogy ennyire sok energiát forgatunk bele ebbe, hogy látvány, hogy a színpadkép, és sokkal korábban kell elkezdeni az építkezést, mint vagyis az egésznek ugye az összeállítását, ötletelését, mint ahogy eddig gondoltuk. Ez most nagyon-nagyon jó volt, hogy ennyivel előbb elkezdtük, szerintem most is így lesz. Hú, már nagyon-nagyon vártam, hogy ismét itt legyünk az arénában, Magdival együtt, és ugye most két filmet készítettünk erre a koncertre. Az egyik az intro film, a másik pedig ugye a nagy repülés előtti kis bevezető filmje. Az intro filmben azt szerettem volna, hogyha kicsit megmutathatjuk hogy milyen a felkészülés az arénára, milyen az a nap, amikor az aréna napja elindul, és azt mindenki tudja talán, aki jól ismeri a Magdit, hogy a Magdi mindig egy nagy fürdőzéssel, egy kádban fürdőzéssel indítja a napot. Nem ez másképpen az aréna napján sem, úgyhogy azt akartuk ebben a kis intróval, hogy mindenki, aki itt van az arénában, az részese lehessen ennek az élménynek. Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgyis lesz, ahogy lesz, ahogy lesz, szél a két szemény. Szia, Barbós! Puszkó! Nekem is szép autóm van, miért nem vettétek fel? Jó napot! Sziasztok! Hello! Szia mindenki! Nincs itt senki? Már egyedül vagyunk. Na mindent kiakasztottunk, tök, hogy itt tudtunk hagyni mindent. Általában egy arénára való felkészülés az azért eléggé kiváltja belőlem azt az énemet, aki egy ilyen robot üzemmódban van igazából, és én ilyenkor nagyon-nagyon komolyan veszem az edzést, én tudom, hogy milyen ruha kell, hogy legyen rajtam, hogy az hogy kell, hogy álljon rajtam, és akkor nekem be van osztva, hogy mit teszek, sport, énekóra, tehát mint egy katona ilyenkor mindent is szépen végigcsinál, próbák egyik másik után, ugye találjuk ki az egészet, hogy majd hogy áll össze a fejembe, és hát azért lássuk be, hogy ilyenkor nem kis felelősség van az ember vállán, én ilyenkor egy kicsit feszültebb vagyok,
Aminek nagyon örülök, hogy otthon ilyenkor már tudják, hogy ha nem válaszolok, vagy mugorván válaszolok, vagy nem válaszolok, akkor ennek csak is az az oka, hogy én már benne vagyok az én arénámba, és különben is mindenki tiszta hülye, és miért nem hagy engem senki, hogy koncentráljak és ezzel foglalkozzak. Ezért nekem ilyenkor tényleg nagyon nagy nyugalomra van szükségem, és azon kaptam magam, hogy szépen lassan ezt így megtanulja mellettem mindenki, hogy én ilyenkor az egy dolog, hogy bunkó vagyok, de nem a másik miatt vagyok bunkó, én magam miatt vagyok ilyenkor bunkó, mert nekem ilyenkor nincs más világ. És minden, ami ilyenkor a hétköznapi dolgokba rántana be, van-e otthon tojás, azok engem teljesen kiborítanak, mert én ilyenkor benne vagyok az én kis szférámban, a világomban, és ilyenkor például nem szeretem a külső feszültségeket, például az nagyon érdekes, ezt ilyenkor nehéz kezelnem egyébként, hogy közben interjúzni kell, megjelennek dolgok, néha hülyeségek, és én meg készülök valamire nagyon nagy erővel, de aminek nagyon-nagyon örülök, hogy amennyire be tudnak rántani ezek a dolgok, annyira ki is tudom zárni. És nálam ez egy jó működő rendszer, hogy roló le, én csak ezzel foglalkozom. Úgyhogy ilyenkor tudja a család, hogy nem hívogat telefonon, mindenki békén hagy, tudják nagyon jól azt, hogy én most erre koncentrálok. De például, amit nagyon-nagyon szeretek, most már azt is tudom, hogy kell megnyugtatni mindent az én környezetemben. Főleg az aréna koncert előtti fél óra az, ami az szent és érthetetlen, az az enyém. Olyankor én szépen meggyújtom a gyertyámat, elvonulok, bemelegítek, megcsinálom a meditációmat. Persze előtte délelőtt már voltam a Bátor Évánál, aki ugye beénekelt velem. És nekem ezek azok a pontok, nekem mindig kellenek a biztos pontok, ami nélkül én nem lennék jól. Nekem kellett az a biztosíték, hogy én ott voltam az Évánál mind a két aréna előtt délelőtt. Belebe melegítettem, tudtam, hogy minden oké, minden rendben. Nekem kell az a fél óra, amikor már csak arra összpontosítok, hogy most nekem mit kell majd csinálnom a színpadon, és tényleg 26 ezer embert vinni, vagy hányan voltunk, már nem is tudom. És azokat szórakoztatni kell, és közben résen kell lenni, és mindenre figyelni kell, és közben apró egy olyan dolog is történt, mit tudom én, megbotlok a lépcsőn, tehát hogy ez mind a fejemben ott kell, hogy legyen, hogy mire figyeljek, sok felé kell koncentrálni. És nekem pont ezért kell az a fél óra a koncert előtt. Én ilyenkor mindig megkérem az én segítőimet, hogy legyenek ott velem, átismételem még a szövegeket, hogy nehogy véletlen ott valami baki legyen, elbotlok, bármi. És igen, feszült, mindig van bennem egy ilyen furcsa izgatott remegés, de szeretem ezt az adrenalint egyébként. És olyankor már mindenki tudja, hogy azért engem, hát lehet, hogy kívülről azt gondolom magamról, hogy nem kell engem kímélni, és mindent lehet mondani, de azért tudják nagyon jól a közegem, hogy nem, ilyenkor már nem mondasz neki semmiről, nem tud most már a koncert előtt, hanem lesz, ahogy lesz. És utána már mindent el lehet mondani, az összes hülyeséget, az összes olyan dolgot, amitől egyébként atombomba robbant volna a fejemben, és visítottam volna. Fölszétszaptam a kezem, a Barnának a basszus tokjában van ilyen, amivel itt keresztbe át tudom ragasztani. Mielőtt még elvérzek. Te csináltál? Szétszakadt a kezem. Mikor beállásod? Igen. Én nem, hanem a dobverő ki volt. Régen gyakoroltak. Tavaly karácsonykor gyakorolt. Ilyen olyan, amit így hosszan át lehet tekerni. Sántalgabb, ezt a pincsen gondja, minden nap gyakorolok. Annyit gyakorolok, és körbe is bírja. Bibi, teti egyet. Gyere, megütöm dobverővel. Dobverővel. Így mutat, így mutat. Így, körmös kéret, és ilyen tudom. Az, amit én ütök, az tényleg kereinztem gyorsan. Hát az meg van, hogy a... Képzeld el, elhoztam egy juharverőt, vagy juharvergőt, hogy majd azt fogom használni a bulit. Első prób, egy próbán használtam, köszönöm, megjött az életmentés.
Egy próbán használtam a pergőt, és úgy, hogy nem érek hozzá a kávához, a fakávához, csak a fém kávához, meg a bőrhöz, belapítottam azt a részt, amit ez elvileg nem érek hozzá. És ezt megmondta a Dugán Dezső barátom, hogy mert ekkora áll. Ilyenből nem sok van. Még nem is volt buli, már megsebesültem a fekvény. Ezt úgy hívják, hogy leukoplasztika, érted? Akkor te egy leukoplasztikai sebész vagy. Az. Az mehetném meg, Bajnos. Nem oda akart, nem úgy tűnt. Hogy jó helyre ment. Bizony. Nem az. Nem ez itt a probléma, hanem a végére el. Jó, hogy az van a színnél kell, azt a színnél talán. Színes szint. Jaj. Szálljátra meg maszkot. Na, ez kurva. Nem. Ez is volt tényleg. Én nagyon drukkoltam, de nem. Itt a Monty Pythonban, tudod, a fél lába jön Tarzan finkasztal. Hogy mondjam, hogy ne sértsem meg? A bal lába ellen semmi nem szól, de mellette semmi. El tudja képzelni Tarzan, hogy megy a dzsungelben. Ez pont olyan volt. Készítettünk egy második filmet is az intro filmen kívül, ezt úgy hívom, hogy álom videó. Ugye az Éden című számba Magdi repülni fog, és ez a repüléshez csináltunk egy nagyon aranyos és nagyon kedves videót. Magdi egyébként gyerekkorában mindig arra álmodozott, tényleg volt egy ilyen álma, hogy ő repül, és éjszaka a holddal repül együtt, és aztán ez volt az a kis emlék, ami végül is nekem eszembe jutott, amikor létrehoztuk ezt a kis filmecskét. Ez egy nagyon aranyos kis álom tényleg, ahol egy Magdi álomba szenderül, és megelevenednek az ő kis álomnéli meséi, és ezt láthatjuk ebbe a filmben. Egyébként maga a repülés az a koncerten sem új keleti dolog. Az az igazság, hogy már 2 évvel ezelőtt is beszéltünk róla, hogy Magdit az aréna tetejéből beengedjük egy-két kábelen, de aztán a végén úgy döntöttünk közösen, hogy ezt akkor még nem csináljuk meg. Hát most eltelt 2 év, és hát Magdit, ahogy ismerjük mindannyian, ugye nem csak annyi lett a végén most, hogy beengedjük a magasból, hanem egy sokkal-sokkal durvább és sokkal extrább produkciót láthatunk majd, megláthatunk mindannyian. Izidortól kérdezném, hogyha most megmutatnám tárkód érték szerint, hogy a Magdit mikor kell elkezdeni leengedni, hogy át tudja venni a partnert, mert most nagyon későn lett leengedve, az segít tárkód alapján, hogy mikor kell leengedni? Mert most nagyon későn ment le. Minden ugyanúgy megy, mint az előbb. Zenére mindenre együtt. Jó. Igen. Ezt senki nem vesz észre. Mit is csinál most? De picit előbb kell majd elkezdeni. Vagy gyorsabban kell engedni. Stimmel, megvan. Gyorsabban, és figyelj, nagyon-nagyon fontos, mikor teszem le az illét, akkor ne engedj le rögtön teljesen a földre, mert mi kiszedem a csuklómat. Most így a legvégén, ami most igen. Megálltunk, hogy igen, és arra figyelj, hogy amikor lent vagyunk, lemegyek értem, amikor ezt csinálom a lábammal, rögtön húz föl. Az Ille egy tündér, a Fülemen Tomi is, ugye ő tanította be az egész mutatványt, tehát annyira lelkesek voltak ők is, és én nagyon örülök, hogy megismertem ezt a csapatot, és biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk együtt dolgozni. Az első időben én úgy érzem, inkább Magdinak a bizalmát kellett elnyerni, nem is viszont az, hogy technikai hogy kell csinálni. Mert én még meg kell győzni arról, hogy igen, az a szerkezetet elbírja, igen, ő jól fog kinézni, igen, ez mutatós lesz, és igen, ezt mindenki értékelni fogja. Azt jöttek a trükknek a gyakorlásai, ami viszont egy másik 10-20 próbát igényelt. Ugye Magdi, ez köztudott, hogy ő fél a magasban, ugye ezt a próbákon nekünk így mondta, és ugye hozzá kellett szoktatni konkrétan ugye a magassághoz,
ugye volt külön próba, amikor csak a szerkezetet próbáltuk, aztán bejöttünk ugye az arénába külön ugye a magasságot kipróbálni, és utána mondta, hogy hát ez most így egy kicsit így félelmetes, szóval ezt kellett neki leküzdeni, és szerintem nagyon-nagyon jól sikerült neki, mert azért kevés ember vállalja ezt be, úgyhogy tériszonyos. Személy szerint én nem nagyon tudok olyat, aki itthon belföldön csinált volna hasonlót Magdihoz képest. Főleg ha azt veszük, hogy ez próbák közepén jött, mert amikor először kiterveltük ezt az egész műsort, hogy fog kinézni, akkor az Zilnek a próbcímje nem volt benne. Az közben jött, mert láttuk, hogy Magdi alkalmas erre. És akkor kezdtük ezt a próbát, az ő részük az kb. 8-10 próbát igényelt. És aztán tudtuk, először azt néztük, hogy Magdi hány percen keresztül tudja letartani az ő teljes súlyát, hogy van annyira erős a szorítása, hogy nem fogja elejteni. De végül azt vettük észre, akár 5-10 percen keresztül simán elbírja tartani. Igen, nekem az volt a meglepő, mikor először felmentem ugye a kezébe, hogy egyáltalán fáj-e neki, ugye, hogy letart, hogy nagyon-nagyon erős a keze. Ugye Magdi az folyamatosan jár edzeni, ugye, hogy a színpadon jól nézzen ki, ami nagyon tiszteletreméltó, és mikor így megfogta a kezem, én rendesen megijedtem, hogy milyen erős szorítása van. Szóval igazából biztonságosan megyek fel a kezébe. A biztonság az első, ezáltal a karabinereket is átfűzzük, hogyha bármi történne azokkal, akkor Magda ezért ne essen le. Viszont a produkció közben, amikor az illét letartja, akkor is használunk körhevedert, viszont az szám közben semmi súlyt nem tart, szóval ott csak is a szorításuk, ami a létfontosságú, az csak a biztonság kedvéért tartottuk ott. Igen, mert ugye a próbák elején még úgy volt, hogy csak kéz a kézben leszünk, és utána áttértünk, hogy jó, akkor csak egy kézen, de aztán többen mondták, hogy hát ez annyira nem biztonságos, ugye koncert közben van, ugye mivel táncol, és mindent csinál a színpadon, ugye meg fog izzadni, és így mondtuk, hogy, vagyis konkrétan mondták, hogy biztosan biztos, tegyük föl ezeket a hevedereket, és akkor utána kérdezték, hogy de hát ki vagytok biztosítva, hát mondom, ki vagyunk, de mondom, én bízom a Magdiban, szóval ez nem rajtunk, rajta vagy rajta múlik, hogy bármi történjen. Fentről most minden más, éden megkóstoltál. Szóval az első 2-3 métert, mikor a zenévnek a basszusabb része jön, akkor kezd el Magdi sétálni. Majd aztán, amikor jön a zenéváltás, amikor már a refrén következik, akkor felhúzza a jobb lábát, és akkor kezdjük el a felhúzást egészen 7 méterig. Utána a stage-nek a kétharmadáig megy, a második refrénig, és annak két refrént egybe, és utána jön majd a te részed. Hát ugye Magdi csomó szaltót csinál konkrétan, és utána még ugye lejön hozzám, és konkrétan a közönség soraiból húz ki engem, és ott tart körülbelül másfél percet, és onnan már ugye vége a számnak. Azt kell tudni, hogy ő még végig énekli az egészet, ugye mikor előre megy, fölmegy, miközben csinálja a szaltókat. Szóval persze akkor, mikor engem letart, akkor nem, mert ugye a hangjára persze vigyázni kell, de még ez is tiszteletre méltó, hogy végigcsinálta, és nem csuklik el a hangja. Igen, mert azt kell tenni, hogy sok énekes, ilyen vagy hasonló produkció közben
szinte mindenki playbackről megy. Viszont a Magdinál ez szóba se jött, mert ő azt mondta, hogy akkor is végig akar énekelni. Úgy kellett rászólni, hogy letartás közben ne énekeljen. Mert azért erőködünk feje lefele, szerintem a hangja az nem olyan lenne, mint eredetileg. Azt gondolom, hogy az eddigi egyik legkülönlegesebb aréna volt, és most már nyilván még inkább látom azt, hogy tényleg rengeteg munka volt az egészben, mindenki részéről, az egész stáb részéről. De amik egészen különlegesek voltak, hogy tényleg mennyire jót tett nekem ez a kifutó, amit már jó ideje beszélünk arról, hogy jó az, hogy tudom és merem használni, mert nagyon sokszor ott van és nem használják, és én meg nagyon szeretek a zenekarban lenni, de valahogy igen, egyre inkább azt kezdtem érezni, hogy amennyire a zenekarral és a zenekarban kell, hogy legyek egy koncert alatt, pontosan annyira fontos, hogy a közönséget is meg tudjam fogni egy kicsit bentebbről. Tehát, hogy köztük is most már, de tényleg is, ahogy múlik az idő, nyilván az embernek a tapasztalat is, meg a színpadnak a használata, illetve az, hogy megszoktam már ezt sokkal jobban, és évről évre mindig jobban. Ezáltal már azt érzem, hogy a közönségben is kell lennem, és velük is kell dolgoznom, mert ráadásul olyan, ugye főleg az arénában a csapat, akikkel lehet együtt dolgozni. És hogy ettől mindig még jobb, még izgalmasabb az egész műsor, az egész show. Itt vagyok a színpad rendezői bal oldalán, nekem a jobb oldalamon. Amit használok ebből a rendszerből, az a két hangszer, egy hangológépre dugva, ami mute funkciót is ellát, ami azt jelenti, hogy lehalkítja az egészet. Egyébként egy rádión keresztül a hang a hangzavarban is kijut a keverőpulthoz. Na most a hangszereim itt vannak, gyere, megmutatom. Na, gyertek, megmutatom a kis fészkemet. Ez az aréna fészkem. Nem nagy, de ez az enyém. Itt fogok állni, és ez egy azért nagyon jó hely, mert én imádom ezt a Hoffer Petit, aki itt fog mellettem ülni, és együtt fogunk lüktetni. Úgyhogy ez nagyon jó, már megbeszéltük, hogy tudunk ökölpacsizni is, ha kell. Ez a kis egyszerű kütyű a pedál, ebből szól minden nekem. Most az az újítás idén, mivel hogy több mozgást kért a Závodi Gabi, tehát valamikor ott fönt kell játszanom, ezért az itt megcsinált hangszíneket nem tudom váltani, mert amúgy ezekkel a pedálokkal váltom a hangszíneket. Ezért a Gabi billentyűjéből hoztunk ide egy MIDI kábelen keresztül jelet, és gyakorlatilag nem kell váltanom, tehát a Michael Flatley az most nem fog szerepelni itt a műsorban, hanem önmagától váltja az adott pontokon a hangszíneimet a pedál a technológia segítségével, és akkor szabadon tudok mászkálni, szabadabban tudok mászkálni a színpadon. A legnagyobb kincsünk az pont az, hogy bármennyire egy feszült helyzetben vagyunk, és egy arénában vagyunk, mindenki imádja és élvezi azt, amit csinálunk, és látom már most, amikor visszanézek egy-egy felvételt, hogy ott ül az arcunkon, hogy ez, és főleg a zenekart szeretem ilyenkor nézni, hogy imádják csinálni. Az aréna mindig egy nagyon nagy dolog, 33-szor voltam az arénában játszani, de még mindig izgalommal tölt el, amikor ide érkezünk, pláne egy ennyire technikailag kiélezett koncerten, mint a mai. Valójában ilyen szintű technikai apparátust még az életünkben nem tudtunk felvonultatni, ezáltal ennyi munkát még sose tettünk bele. Több mint fél éve dolgozunk azon, hogy ez a ma este gördülékenyen menjen. Úgyhogy maga az élmény, már nagyon várom, hogy érezzem azt, hogy elindul, a közönség mit szól hozzá, jöjjenek a reakciók, érezzük a közönség szívdobanását együtt a miénkkel, hogy az egész este összeálljon, mert a közönség nélkül mi sem tudunk annyi erőt beleadni, nyilván, mint hogyha csak egyedül vagyunk, és egyelőre mi csak a próbákon próbáltuk le, hogy mi van. Még mindig folynak a technikai
állítgatások, pedig már lassan kezdődik a koncert, de ilyenkor mindig az ember azt gondol, abba bízik, hogy minden rendben is lesz, és hogy minden elkészül időben. Úgyhogy már nagyon várom, hogy a koncert elinduljon, és azt gondolom, hogy az biztos, nem azt gondolom, biztos vagyok benne, hogy ez lesz minden idők legjobb Rúzsa Madi koncertje. Ők azt is megvennek kockáztatni, hogy minimum az egyik legjobb ever in az arénában. Zeneileg nagyon sok munkánk van ebben a mostani műsorban. Gyakorlatilag a nyári műsor lesz itt kicsit felturbózva. Nagyon sokat dalt áthangszereltünk, gitárszólók kerültek be, megváltoztak szerkezetek, össze vannak dalok kötve, imádom, amikor a dalok összekötődnek, és egyik hangulatból átcsúsznunk a másikba. Lesznek nagyon-nagyon komoly rezgések, piánok, amiket az akusztikus műsorból emeltünk át az arénába, amit nagyon várok, amikor nagyon csönd van, amikor szinte a légy zümmögését is hallani, az elképesztő erő, amikor 14 ezer ember van az arénában és néma csönd van. Talán még nagyobb erő, mint amikor mindenki üvölt. Úgyhogy itt most lesz minden, lesz üvöltés, lesz néma csönd. Azt gondolom, hogy ez egy elképesztő este lesz. És ez azért jó, és ezt látja a közönség is, azt gondolom, és ezért is szeretnek velünk ott lenni és megélni ezeket a pillanatokat. Itt van a hangszer, ami a fő hangszer. Itt van a kis alóvevő, és azon keresztül kimegy, ez fog szólni ma este a BS-ben. Ami még technikai probléma, amit meg kellett oldani, hogy lesz egy olyan akusztikus blokk, ahol én ülni fogok a színpadon, erre a kis székre, és egy másik hangszer fog majd megszólalni. Ezen nincsenek gondok, bármennyire is úgy néz ki. Úgyhogy ennek egészen más hangja van ennek a hangszernek, és nagyon szeretem, gyönyörűséges a hangja is. Szóval ezen a hangszeren az akusztikus blokkot fogom játszani ott ülve. Ezen az én gyönyörű kis 2x2 méteres helyemen, ez egy ágynak is megfelel. Hova tovább? Le tudok innen jönni szépen, és körbe sétálni a színpadot mindenfelé. Föl tudok menni ide, aztán mindjárt megszakadunk. És itt az egész BS lehet látni. Meg a Norvikát, meg a Gabeszkát, meg a Hofikát. De mit csinálsz, forgat? Én most forgatok, drágám. Szemeimet forgatom, meg mindenemet. A füleimet. Lejövök, mint egy díva. Körbe lehet járni az egész színpadot, és őrület van. Ja, kérlek szépen, a legfontosabb változás az elmúlt évekhez képest, hogy a technika megszavazta, hogy kisebb tamot használjak, úgyhogy most csak 10-es tam lesz a bulin, tehát ilyen kvázi gyerekdob hangulat van, viszont nagyon jó szól. Ez egy nagyon fontos változás. Össze-vissza mindenféle bőrt használok mindenhol, tehát hogy minden dobom más bőr van. Ez az én agyrémem egyébként. Van egy SPDSX, amit a buli elején használok, főleg egy pár számba, az új számokba. Nagyon jól bevált, nagyon jól színesíti a hangképet egyébként. A cínekben annyi változás van, hogy szokásos 18-as K-cín crash-ek, a világ legjobb crash-ei, két darab is van belőle, tehát ugyanolyan crash-eket használok, mert nagyon jól szólnak, és bármi mást használnék, egyébként hiányérzetem lenne. Egy 15-ös K light hi-hat lesz, ez is CD-en, és itt van egy stack, neki ilyen hangja van. Egy kis piszkos szemét cintányér, két darab van összerakva, és ilyen jó kis pocos hang, látszín hangot ad. A kínaiban egy 21-es Avedis extra hammer, vagy kínait használok, ez nagyon bevált. Úgyhogy ez csak ilyen szükség hozta ezt a cintányért, de nagyon megszerettem. Jó, pergő mahagóni, Star, Tama Star Solid Shell, tehát egy fából hajlított pergő, 10-es felső tam, Star, 22-es lábdob és 16x16-os állótam. Ami még fontos, hogyha itt halljátok, vagy ezt lehet majd hallani, hogy ezek egyrétegű bőrök, viszont az oldaltam, az ilyen, szinte ilyen lábdob hangot szeretnék az oldaltamból varázsolni, és erre egy másik fajta bőrt raktam, ilyen két rétegű bőrt, és majdnem úgy szól, mint a lábdob. Hát azért nem olyan mély, de én azt szeretem, ha nagyon hasonlít, nagyon közel áll a lábdahoz a hangja. Tama árványok, legjobb árványok, legmegbízhatóbb árványok, Star árványok. Most éppen Iron Cobra lábgépet használok, de használom az új Dynadrive-ot is, vagy a Speed Cobra-t is.
Ez az aréna azért volt egészen más, ez a 2020-as két aréna, mint az előző két aréna, mert már nagyon-nagyon sokat tapasztaltam abból, hogy mire kell itt figyelni. Már megismertem az arénát, már megismertem a körülményeket, már megismertem a színpadot, már megismertem saját magamat, hogy ilyen helyzetben mik azok a dolgok, amik hátráltatnak és nem segítenek. És ezeket szépen lassan, ugye ahogy megtapasztaltam a bőrömön, le tudtam tenni. Úgyhogy csomó apró kis hülyeséget már kiküszöböltem, amit először nem küszöböltem ki, mert nem tudtam, hogy az engem majd zavarni fog. Már tudtam, hogy mire van szükségem, milyen, mik azok az apró szösszenetek, amik nekem nagyon fontosak az aréna előtt. Tudtam, hogy a zenekarnál is mire kell figyelni, nekik mi a fontos. Ugye nagyon sokat számít az, hogy az előkészületek megvoltak. Minden. És ezáltal sokkal nyugodtabb tudtam lenni. Már tudtam, hogy az agyamat hogy tudom lenyugtatni ott a nagy hajrá előtt, hogy mi az, amivel azt tudom elérni, hogy kimegyek és énekelek, és énekelek. Mert egyébként nagyon zavaró tud lenni, amikor elkezd minden kattogni a fejedben is. És én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor jön a cintányíros majom a fejembe, és akkor mindent összezavar, és ezt a majmot nem szabad hagyni, hogy ő ott uralkodjon. És már tudom, hogy kell őt ilyenkor szépen bezárni a ketrezbe, hogy ne tudjon ott engem zavarni. Ezek teljesen érdektelenek, mert ezek a Norbi, ez a három. Innentől az enyémek. Van egy ilyen gyönyörűségem, ezt megmutatom nektek. Ez igazából inkább egy stúdió hangszer, fantasztikus hangja van. Szokták kérdezni, hogy ez miért van bedugva, hogy akkor nem fog szólni. Igen ám, de ez kihangosítva szól. És azért dugjuk be a hangrést, hogy ne gerjedjen vissza a gitár. Ez egy nagyon klassz, fús, akusztikus gitár, nagyon-nagyon szeretem. Ő a B-gitárom, de ez csak elnevezésben, most vertem le a fejét. Mínusz 100 000. Ő nagyon régóta velem van, ez is egy fús. Ezt elképesztő módon szeretem, hihetetlen, hogy szól. Úgyhogy ő ilyen nagyon hűséges társam már sok-sok éve. Mindegyiknek kicsit más a hangkaraktere egyébként, meg azért kell váltogatnom a gitárokat, nem azért, mert ez ilyen nagy képűség, meg úri hóbort, hanem mert nagyon sokat kápózok, amitől elhangolódhat a gitár, viszont úgy pörög a műsor, hogy nem nagyon van időm sokszor hangolni. Drága Káló Peti barátom behangolva adja be a gitárt a megfelelő kápókkal. Aztán van egy Stratóm, ez sem mai gyerek, látjátok már itt le van kopva minden, de őt is nagyon szeretem. Őt használom azt hiszem 2 dalban, aztán mert zömében azért én akusztikus gitározom itt, és a hős szerepeket Norbi játsza. Aztán itt van ez a Telecaster, ez, hát ő egy elválaszthatatlan társam, pont így számolgattam, hogy idén 23 éve, hogy velem van ez a gitár. Gyors felszámolással ki tudjátok számolni, hogy 10 éves koromban kaptam, de hát ilyen jó családi háttérrel rendelkeztem, ez nem igaz. Tehát idén úgy alakul, hogy ez pontosan annyi ideje van velem, mint amennyit előtte már éltem, úgyhogy ebből ki tudjátok számolni, hogy milyen jól tartom magam. Van egy titkos utolsó dalra, ez le van hangolva D-re, ez sajnos nem az enyém, de olyan, mintha az enyém lenne, mert az egyik legjobb barátomé, Káló Petitől kaptam kölcsibe erre a koncertre, és ez egy hanggal lejjebb le van hangolva, hogy még jobban röfögjön. Ez egy gyönyörű szép Gibson, látjátok-e? Úgyhogy ő is fog szerepelni az utolsó dalban. Ezúton is köszönöm édesanyámnak, édesapámnak és Káló Petinek, hogy ezt odaadta. Ja, a plexi az azért van, ezen a bulin ugye felvétel készül, és a Magdinak van egy nagyon érzékeny mikrofonja, ami mindent vesz, és egyébként én vagyok a leghangosabb a zenekarban, hogy ne vegye fel a Magdi hangja a dobomat is, ezért kell a plexi, mert akkor a keverésnél, vagy a koncertlemez, vagy a DVD, amikor készül, akkor ezt nem tudják kiszűrni a dobot, és hogyha adnak a hangjára, akkor a dob is erősödik, úgyhogy ez a plexi, ez kicsit ilyen majom a ketrecben érzés, de ez szükséges. Az én erősítőm az konkrétan fél négyzetméteren elfér, úgyhogy tekintsétek meg, ezt a kis motyót fogom használni, ami tökéletesen illeszkedik és alkalmazkodik a játékmódomhoz és magának a produkciónak a koncepciójához.
Úgyhogy kevesebb a hiba lehetőség, ezt a kis mutyót használom, és teljesen hibátlanul működik. Ami nagyon új lesz nekem, nem játszottam még ebben az arénában, és ki kell mennem, meg is mutatom nektek, gyertek velem. Másfél percet kell eltöltenem. Itt van egy pedál, nézzétek! És ezzel a pedállal fogok őrültködni. Ezzel a pedállal. Ez egész koncert alatt ki lesz rakva, és az egyik dalban ezt fogom használni. Itt konkrétan le fog szállni egy űrhajó. Nem ez a hang lesz, de hasonló hangorkán lesz, úgyhogy nagyon konkrét lesz a történet. Kicsit izgulok egyébként, de király lesz, állat lesz. Hello! Mész a helyemre? Lefoglalod a helyem? Már most? Az egész cuccból, amit láttok, az, amin játszom, tehát ugye ez két hangszer, amik össze vannak kötve valójában. Ez azért ezt általában, de most már nem is én váltam a programokat a nótán belül, hogy ne kelljen külön elengednem a zongorázás közben a játékot, hanem a laptop maga csinálja. Tehát a laptopra fel van fűzve valójában minden, rá van szinkronizálva az egész műsor, és minden dal elején beváltja megfelelő hangszínt, dal közben beváltja megfelelő hangszínt, meg hát a laptop vezérli valójában az egész látványt. Itt van egy szinkronjel a laptopon, ami után futnak a lámpák, fut a LED-fal, indul a piró, esik le a függöny, minden innen van vezérelve, illetve mi meg egy takjelet hallgatunk, hogy ugye együtt legyünk azzal, amit előzőleg leprogramoztunk. Mire körbe néztem, te már vittél is minden, csak a hűtejed volt. Gyorsan elillantál már,
Most készülünk a második koncertre, ma már vasárnap van, és lement a szombat este, ami nagyon-nagyon jól sikerült, de hát még így is az ember érzi, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretne változtatni. Ma valahogy sokkal nyugodtabb vagyok egyébként, úgyhogy most még készülődünk, és aztán 7 órakor elkezdjük a koncertet, és azt érzem, hogy mára még több erőt gyűjtöttem. Tegnap, ami nagyon zavaró volt, hogy miután fönt pörögtem a levegőbe, bedugult a fülem, és nem tudtam vele mit kezdeni, hiába fújtam, hiába csináltam bármit, és ez nagyon-nagyon zavart, mert nagyon nehéz volt intonálni a pörgés után szinte végig a koncert alatt. És aztán rengeteget gondolkodtam egész éjjel, tulajdonképpen ezen pörgött az agyam, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, és azt találtam ki, hogy szőlőcukor, és szőlőcukrot fogok enni, mert reggel is arra ébredtem, hogy be volt dugulva a fülem, úgyhogy vettem gyorsan szőlőcukrot, és most egyelőre úgy tűnik, hogy működik. De hát ez majd kiviszem magammal egyébként a színpadra is, hogyha azt érzem, hogy egy picit valami vérnyomás para van, akkor rögtön be tudjak venni egyet. Úgyhogy hát bízom benne, hogy ez most orvosság lesz erre a problémára. Már az azért tényleg nehéz, ugye, hogy ott nagyon sokat vagyok fejjel lefelé, és hát ugye azért fejembe megy a vér. De alapvetően minden nagyon-nagyon jó volt, csak ez egy picit ilyen diszkomfort helyzetet hozott. De hát az nagyon szívődik. Azon vagyunk, hogy ezeket is megjavítsuk. Úgyhogy na, összességében nagyon-nagyon elégedett vagyok a tegnap estével, meg azt látom, hogy a közönségnek a reakciója, a hangulat az nagyon-nagyon jó volt. De hát azért a mai az megint egy nagy kihívás, mert most meg ülő a közönség, és olyankor mindig még egy lapátta rá kell tenni ahhoz, hogy ne érezzék azt, hogy veszik a hangulatból azáltal, hogy nem állhatnak föl, nem tudnak táncolni. Úgyhogy ma rádukunk még egy lapáttal. Lesz. Én nekem egyébként a kedvenc számom, meg szerintem ahol a katarzis élmény majd bejön, szerintem először az Egyszer élsz című nótában lesz, ami nagyjából a felénél van a műsornak, szerintem ott lesz egy ilyen nagyon, nagyon komoly elszállás, azt nagyon szeretem, nagyon lendületes a groove, és azt nagyon bírom, ezt a dalt. És arra figyelj, hogy mi aztán látom, hogy ez mindenképpen rózsaszín maradjú, de ezt áttavásd, ez nem szól jó. És a mivel volt 2 hét próbánk, ezért már effektív összeállva érkeztünk ide, úgyhogy abban nincsen őrült történet. A teremhez kell hozzáhúzni úgy a zenekart, hogy az itt megszólaljon. Tehát inkább már csak ilyen végekúzás, meg kis korrekciók vannak, de nem úgy érkeztünk ide, hogy a nulláról kell mindent megcsinálni. Úgyhogy mivel voltunk is már itt, a zenekar is járt itt, meg maga a zenekar is össze van állva az egészre, ezért olyan őrületes nagy változások nincsenek, és így, hogy a vendégek is kiszorultak, így az alapzenekarral gyakorlatilag készen érkeztünk az arénába. Minimális korrekciók vannak, meg a dalok után megyek a műsor alapján. Szóval most egy kicsit más helyen van a Monitor World-nek nevezett hely, ahol a monitor keverés zajlik, mert hogy általában a rendező jobban szokott lenni a színpad mellett, de nyilvánvalóan most a látványvilág az olyan összetett, komplex és homogén, hogy nem biztos, hogy jól mutatna itt egy öreg ember keverőpulttal. Úgyhogy ez most itt van hátul, egy picit furcsa, de szerintem mivel mindig, és mindenki sztereó fülmonitort hallgat, ami nagyon jó, mert részletgazdag, meg olyan, mint a CD-t hallgatnál, viszont olyan, mint egy luxusautó, hogy a környezetből kivesz. Ezért mindenféle dolgot kell csinálni közben, ambience mikrofon, atmoszféra teremtés, ilyen trükkök vannak, fikcsik, hogy az is olyan legyen, mint hogyha, mert hogy a zenélés az sok ember együtt,
mindenki együtt dobog, lélegzik, meg örül, meg szomorú, és ezt a fülmonitor, ezt hozzá kell szokni, nem, ezt keverem ilyen a zenészek fülébe. Az arénában mindenki vágyik, mert hogy ez egy nagy koncert, de ugyanúgy megvannak a nehézségei, mint a kicsiknek. Nyilván itt azzal kell megküzdeni, hogy a hátsó sorokban, a felső szektorokban is ugyanúgy halljanak az emberek, ahogy itt lent. Ami könnyebb, hogy nem szól le a színpadról annyira egy dobfelszerelés, ami meg nehezebb az, hogy kaptunk a teremhez egy zengést, amit nem tudunk megszüntetni. Akkor van a... ez Ruzsa Magdi, igaz? Az a makacs énekes. Itt most egy picit másképp vagyunk technikailag, mert a Ferencnek is van egy külön pultja, meg nekem is, úgyhogy igazából nem beszélek itt annyit a Magdi fülére, mint amit szoktam, de volt koncert, amikor, meg főleg a turnétemetéseken azért nyilván megvicceljük őket, hogy a legváratlanabb pillanatokban rászólunk a fülükre valami kis poénosat, amit nem biztos, hogy a közönség aztán megtud, de hogyha jól csináltuk, akkor ők mosolyognak, és a közönség még nem tudja, hogy azok mi vagyunk. Ezek a fülmonitorok van, több részből áll ez a dolog. Mindenki mindent megkap, minden inputot, ami a színpadon bármi megtörténik, az megérkezik egy helyre, ami ott van. Majd szétosztódik a mazsinak egy része, aki a közösségnek keveri a hangot, meg ide nekem, aki meg a zenészeknek keveri a hangot. Tehát gyakorlatilag ugyanazt rögzítjük. Van egy fülmonitor oldal, az, amit én adok, amiről az előbb beszéltem, az utak, és van a mikrofon oldal, ami most ugye két majdnem teljesen azonos mikrofont használunk, egy a repüléshez, meg és tartalék, safety, a magasból nem eshet le semmi, és külön beltpeket használunk a Magdinak, amit a levegőben használ. Egyébként teljesen ugyanaz, minden le van klónozva, máshol van, mindenre nagyon kipróbáltuk 50 milliószor. Úgyhogy ez ilyen elvileg nagyon fel vagyunk készülve, azt mondják. Ez a munkahely tulajdonképpen a Magdi produkciának a világítását hivatott vezérelni. Itt látható két fénypulttal, és a világításnak a tulajdonképpen a részeként felszerelt közel 200 intelligens lámpa, illetve egyéb világítási effekt vezérlését végzem én ezzel. Amit erről tudni kell, hogy ez a tulajdonképpen a Magdival, Závodi Gabival által elképzelt színpadi látványt próbáltuk ugye leginkább megvalósítani, amit ők szerettek volna. Ezek az idén ugye ezek a kocka alakú hidak, illetve négyszög alakú hidak és a rajta lévő elhelyezett világítás. A két szélső hídnak a mozgatása, amit a kollégák itt mögöttem irányítanak, illetve ami az eddigi Magdi Arena turnékhoz képest ugye újdonság vagy új jelen volt, azok a lézereffektek, amik ugye egyrészt a Magdi évközbeni turnéjában is szerepelnek, ezek a kocka alakú lézeres lámpák, illetve a tőlem jobbra ülők kollégák a nagy arénában körben, illetve a színpad előtt helyezett nagy testnyi lézergépeket vezérlik, és ez ami egy kicsit újdonság ebben az egész látványi világban, ahhoz képest, amilyen az előző Magdi Aréna koncertek voltak. Mindenkinek saját sztereó fülmonitor útja van, minden zenésznek, és mindenki mást hallgat teljesen. Tehát, hogy nincs két egyforma zenész monitor út, mert hogy mindenki másra tud énekelni, játszani, mást hallgat, több basszust, kevesebb basszust, dobból többet, egymásból a vokálokat, mindenki másra tud dolgozni. Az a legfontosabb és a leglényegesebb, hogy ők a világ legkomfortosabban érezzék magukat a színpadon és koncert közben. Hát, ugye, és ne kelljen azzal foglalkozni, hogy valami nem szól, vagy nem olyan hangosan, nem olyan térben, nem arról. De arra is figyelünk egyébként, ez is egy ilyen, hát nem annyira érdekes dolog, de egy fontos dolog például, hogy a színpadon a zenészek, ahogy állnak, a fülükben a sztereó út, tehát hogy bal oldalon hallja egy kicsit, tőle bal oldalon
lévő zenészt. És akkor ez már ez alapvetően megváltoztatja minden zenésznek a fülében a hangképet alapvetően. Hogy mindegy, szóval, hogy ez egy ilyen komplex dolog, mindenki más hallgat, mindenkinek saját útja van. És hogy olyannyira, hogy például a billentyűs saját magának állítja be az arányokat. Tulajdonképpen a látványvilágban, az animációkban és a világítási koncepcióban ugye sokban hasonlít az évközbeni Magdi normál turné állomások látványára. Az animációk tartalmilag ugye kapcsolódnak, de hát itt egy teljesen más jellegű és más méretű LED-fa konfiguráció van, illetve ami nagyon-nagyon más, és de erről a videós kollégák tudnak inkább beszélni a kreatív koncepcióban, hogy a nem csak LED-falakat használunk, hanem azok a lévő anyagok tulajdonképpen ilyen 3D-s és egyéb technológiával, kép a képben és más trükkökkel vannak tulajdonképpen színezve, illetve felhasználva. Tulajdonképpen a világítási koncepció is a turnés látványelemekből épül föl. Hát hasonló lámpákat használunk, mint a turnéban, csak hát lényegesen nagyobb darabszámban tulajdonképpen. És a színpadon, ahogy már említettem, a látható 6 darab lézeres lámpa, ezek a Magdi turnéjában ilyen saját állandó eszközök, ezek itt is itt vannak, ezek egészülnek ki ezekkel a nagyobb lézerekkel, amik külön csak itt az arénában található. Én lennék az az ember, aki programozza a lézereket ezen a rendezvényen, én vagyok a felelőse magának a lézersugárzásnak is. Itt az arénában 316 wattnyi teljesítményű lézert hoztunk össze, amiben ez az egész más, mint bármelyik rendezvény az, hogy a kerengőt is felhasználtuk, azért, hogy az oldalsó vendégeknek minél nagyobb élménye legyen. Szembeállítottunk gépcsoportokat egymással, és így mindenki ugyanabban az élményben tud részesülni. A színpadot két részre osztottuk, van egy első alsó része, ahonnan ugyanazt kapják a vendégek, mint amit föntről, illetve hátul elhelyezésre került 6 speciális lézerkészülék, amilyen különböző effekteket generál a térben, nyíló és csukókat. Itt a méretek és az arénából adódó speciális dolgok azok, amik újdonságok, illetve amit nem nagyon szoktak használni. Tettünk körbe az arénában, nézőtérben körben is lámpákat. Egyrészt, hogy a nézőket is jobban belevonjuk ugye a műsorban, tehát többször a műsor folyamán ezek effektként használjuk őket, nem csak a szimplán a nézők megvilágítására, és ezeken a világítási oszlopokon a lámpák mellett találhatók ezek a plusz lézer effekt gépek, amik tehát ugye a lézeres kollégák irányítanak és vezérelnek. Az egész kreatív koncepció tulajdonképpen a Magdi és Závodi Gabi saját ötletei és álmaik alapján épült föl. Mi ezt próbáltuk meg az ő elképzeléseiknek leginkább megfelelően műszakilag megoldani, és ez lett tulajdonképpen a végeredmény. Én nagyon-nagyon szerettem, és azt láttam, hogy aki eljött az arénába, azok is nagyon-nagyon szerették, hogy ennyi felület van, amit használunk. Ugye a zenekar is folyamatosan használta a hátam mögött a lépcsőt, illetve azt a fenti kis színpadot, és jó volt, hogy ugye én is rengeteget használhattam a kifutót, ezáltal másnak is volt lehetőség a kifutón is, nem például nagyon szerettem a Norbi részét, annál a jelenetnél is, amikor ugye az Illével fölmegyünk a levegőbe. De hát ott különösen jól nézett ki szerintem együtt a kettő, és adott egy ilyen igazi lírai hangulatot is. Aztán is például a Norbi szólóját nagyon-nagyon-nagyon imádtam, és így visszajött ez a rock'n'rollos hangulat, amit hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy én ezt nagyon-nagyon szerettem, és folyamatosan játszom is azzal, és hát még a jövőben még inkább talán játszani fogunk azzal, hogy néha visszacsempészni ezeket a dolgokat. Mert ezt szeretem, meg jó is, de hát közben ugye tudjuk, hogy bennem van egy ilyen kettősség a zenében is. Ezeket a gitárokat fogom használni, igazából ezt a három gitárt, ez egy Music Man Silhouette gitár, 1990-es gyártmány, kb. 10 éve van nálam, univerzális hangszer, nagyon sok minden benne van, a koncert 60%-át ezzel a gitárral fogom játszani, nem inkább 40%. Na, ő lesz az, ami szépen, gyönyörű szépen fog idomulni a műsorhoz. Ez egy Fender Stratocaster, 1991-es gyártmány. Imádom, imádom, nagyon tudja a dolgát. És van még egyetlen egy pult hangszerem, amit egy kedves barátomtól kaptam, a Gudics Márténak, nagyon szépen köszönöm. Ez egy Stiblocaster modell, ezt fogom még használni a mai koncerten. Ezt a kivetlen kócsámot,
akkor addig eljárt a fény, láttam, hogy én életem, hogy feljöttem, lementem, eljárt a sötétben. Ide kell az erő, hívtam szer, mindig hűszeretőt hoztam napon, azt is neked adom, az élet olyan, hadd visszakapolj, gyere velem, én már vízen vagyok, régi hajó, sokszor ütnek habuk, együtt megyünk, így a vihar is más, ha elmerülünk húzva, vitorlát húz fel, jöhet az ár, víz az út, de bennünk nagyobb a vágy. Vitorlát húz fel, légyed megint, erejét te festem az a felajt. Kezem, ezt még megmutatom, néha belül, néha érted vagyok, mindig fejjel, ebből sosem elég, hosszú az út, de van ki veled, remél ott a kezem, mert őket feloldom, mélyen belül, él a vad, ami hajt erőn felül, mindig győzni akar, nem menekülsz, ez már örök. Vitorlát húz fel, jöhet az ár, víz az út, de bennünk nagyobb a vár. Vitorlát húz fel, vigyed megint, erejében testem az adrenalin. Vitorlát húz fel, jöhet az ár, víz az út, de bennünk nagyobb a vár.
Nagyon-nagyon izgalmas volt az egész, olyan pozitív a közönség visszajelzése, a szakma, tehát mindenki igazából azt láthatta és elismerte, hogy ebben mennyire sok munka van, és hogy milyen nagy dolog az, hogy a közönség ennyire szereti, amit csinálunk, és hogy ennyien énekelik a dalokat, és nem csak eljön és megnéz valamit, hanem tényleg együtt dolgozik velünk az arénában is, és torka szakadtából énekel minden pillanatban, szerintem ez a legnagyobb ajándék. És hát közben ugye nyilván mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott az akrobatikus mutatványról is, ugye amikor fölvittem a levegőbe az Illét, ami ugye az volt a nagy trükk, tehát erre senki nem számított, mindenki azt gondolta, hogy fölmegy a kislány, majd ott pörög kettőt, és aztán szépen lejön. És közben én meg már tudtam, hogy én nem erre készülök, hanem én ennél sokkal többet szeretnék adni a közönségnek. Ilyen egyébként még nem volt, hogy egy énekes fölvigyen magával így egy artistát, miközben énekel, és hogy ő maga tartsa meg az artistát mutatvány közben. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, egyrészt, hogy megmertem csinálni, másrészt, hogy a sok munka ezt eredményezte, hogy ez ilyen jól sikerült és ilyen szép volt. Nyilván vannak olyan emberek is, akik például teljesen kiborultak rám, hogy ezt hogy képzeltem. Csapatban is van olyan, aki úgy nyilatkozik erről, hogy ezt nem gondoltam eléggé át, és nagyon komolyan megsérülhettem volna, vagy más is megsérülhetett volna. Én ezt nem így gondolom, de azzal egyet kell értenem, hogy azt a részét tényleg nem gondoltam át, hogy fejjel lefelé lógni, pörögni, aztán visszamenni a színpadra és énekelni nem egy olyan egyszerű feladat, és lám ugye be is következett az, amire senki se számított, hogy miután lejöttem, bedugult a fülem, és folyamatosan kibedugult ugye a vérnyomás miatt. És azért onnantól kezdve nehéz volt végigcsinálni a koncertet, de ezt nyilván kevésbé, vagy lehet, hogy egyáltalán nem is vette észre senki, ezt tudtam én, meg esetleg a zenekar érezhette rajtam azt, hogy nem vagyok annyira olyan, amilyen lenni szoktam. Igen, most már látom azt, hogy valóban meghúzódhatott volna a gerincem, a bármi, de hál' Istennek nem történt ilyen, úgyhogy jól sikerült a mutatvány, ez volt a cél, és azt gondolom, hogyha valaki, tehát csak hogy reflektáljak arra, hogy felelőtlen voltam. Lehet, hogy egy kicsit felelőtlen voltam, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ha nem megyünk néha neki így egy ilyen álomnak és elképzelésnek, akkor meg sem valósul. Most viszont jó sült el, és most már ezeket is tudom, hogy legközelebb majd mit hogyan kellene. Majd legközelebb engem visz föl valaki, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy azért. Tehát érthető a féltés, de nyilván azoknál szokott, vagy léphet, fordulhat elő inkább probléma, aki nem elég edzett. Én rengeteget edzem, tehát én tudtam, hogy én fizikumban, én mindenféle erőnlétben én ott vagyok. Én nagyon jó helyen vagyok, mert rengeteget edzek. Ez a mostani színpadi ellenezés, ez egy nagyon régi történet. Tudjuk, Magdi első koncertje, szerintem 14 évvel ezelőtt, ha jól számolok. Ezt a színpadot álmodtuk meg, hogy a klasszikus négyzet alakú színpadot elforgatjuk ilyen rombusszerűen. És akkor így kezdődött az első Magdi koncert annak idején, az élő koncert, és aztán így is turistunk majdnem fél évig. És most jött el az a pillanat, hogy az arénában ezt vissza tudtuk hozni, hogy el van minden fordítva, és ebből most egy ilyen hosszú kifutó, amit még sose használtunk, egy ilyen klasszikus rock színpadot próbáltunk megidézni. Úgyhogy az aréna után szépen elmentünk a Misteribe, ahol jól lakott mindenki, kocintott mindenki, át tudtuk beszélni az egészet ott így friss lendületben, és én szerintem ez jó volt, hogy így megadtuk a módját, hogy egy szép helyszínen mindenki, aki részt vett ebben a kemény munkában, az ott volt. És hát nagyon azt érzem, hogy mindannyian azt látjuk, hogy elégedettek vagyunk, most szeretnénk egy teljesen új koncepcióban gondolkodni, teljesen más csinálni jövőre, mint ami az idei aréna volt, pont azért, hogy mindig legyen egy kis meglepetés. És hát akikről ritkán szoktunk beszélni, ugye azok az emberek, akiknek köszönhetően ott az a nap úgy működött, ahogy, és ott volt a színpad, és ott várt minden, az a technikai stáb, akik már egy nappal korábban ott építkeztek. Úgyhogy én ezúton is szeretnék még egyszer köszönetet mondani nekik is, és mindenkinek, aki benne volt ebben, és ott volt velünk. Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült az aréna, én nagyon szerettem minden egyes pillanatát, és nagyon élveztem mind a két napot.
Úgyhogy én csak azt remélem, hogy jövőre újra találkozunk, hogy mindenki eljön, aki most jól érezte magát, az bízom benne, hogy ott lesz velünk jövőre is. Layin' on a rockin'